Köszöntöm Önöket! A Vasi Kaleidoszkópot a Vármegye magazinját látják. Megáldották a toronyi kenyérünnepen a falu mindennapi betevőjét, amely a Vasi Értéktárban is helyet érdemelt. A toronyi kenyér messzeföldön híres minőségéről, házias ízéről. Az új kenyér ünnepét falunapi programok és jótékonykodás kísérte. Íme a híres toronyi kenyér. Só, víz, liszt és kovász. A Vasmegyei Értéktárban is helyet kapott toronyi kenyér, a kemencében sült házi kenyér ízét idézi, kívül ropogós, belül puha. 2015-ben keresztelték át a falunapot toronyi kenyérünneppé, amit augusztus 20-a alkalmából rendeznek meg. Az új kenyeret Demeter István diakónus áldotta meg, majd mindenki kapott egy-egy falatot. Messzeföldön, úgy tudom, Európa szerte is híres, hiszen a kamionosok viszik magukkal és adják a társaiknak, a kindolgozók is úgy mennek vissza a kinti munkahelyeikre, hogy toronyi kenyér nem maradhat ki a táskából. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy nem csak itt szerte az országban, de méltó helyen szenteljük a kenyerünket, az új kenyerünket. Átadták a község kitüntetéseit is. Kovács György köszöntötte az Aranypatak asszonykórus vezetőjét, Borsos Péternét, Vidos Lászlót, a toronyi roma nemzetiségi önkormányzat elnökét, és Csiszár József volt alpolgármestert, az egyházközség tagját. Emlékplakettet vett át Jó Béláné is, aki 46 éven át dolgozott asszisztensként a helyi orvosi rendelőben. A díszpolgári címet Rácz István kapta. Tényleg nagyon elérzékenyültem, meg is hatottam, mert ilyenre nem számítottam, megmondom őszintén, attól függetlenül, hogy sokat teszek a faluért magam módján, amit lehet, akár gépi munkákat, akár milyen társadalmi munkákban, régebbi időktől kezdve. Nagy szerepvállalásom volt a faluban, 20 évig voltam képviselőtestületi tag. Tűzoltó voltam, önkéntes tűzoltó, egyházközségi tag voltam. A harangjáték is a toronyi születésű vállalkozónak köszönhető, de az Aranypatak asszonykórust is rendszeresen támogatja. Nekik és az agyi aneurizmával küzdő Geosics Gréta gyógyulása érdekében ajánlotta fel a díszpolgári címmel járó honoráriumát. Gréta 10 éves, Pornóapátiban él. Kezelése annyira drága, hogy a család adományokból tudja csak kifizetni. Tombola helyett is jótékonysági dobozba gyűjtöttek a kenyérünnepen. Hősünk a Gréta, mi továbbra is gyűjtünk a Grétáért, és részt vesz az egész civil társadalom toronyból. A Grétának 60 millió forintra volna szüksége, hát amennyit tudunk, összeszedünk, meg mi is hozzájárulunk, megy az asszonykórus, adjuk a színpadot, adjuk a sörpadokat, mindenki adományoz. Vállalkozások, egyesületek támogatták a toronyi kenyérünnep létrejöttét, amely este koncertekkel folytatódott. Az adománydobozt a szeptemberi jótékonysági bálon bontják majd fel, akkor derül ki, mennyi pénz gyűlt össze a Gréta, a Mi Hősünk alapítvány javára. Húsz versenyző, 30 kenyér. A harmadik csepregi kenyérsütő versenyen két kategóriában mérettek meg a kovászos kenyerek. A háromtagú zsűrinek nem volt könnyű dolga a mustrán. Kenyerek töltötték be a Csepregi Művelődési Központ auláját. Félbevágva, szeletenként is sorakoztak. Több asztalra is szükség volt, hogy minden nevezett kenyér elférjen. 20 jelentkezőt várhattunk a versenyzők körébe, és örülünk neki, hogy egy versenyző nem egy kenyérrel indult, hanem volt, aki kettőt hozott, volt, aki négyet hozott, úgyhogy összesen 30 kenyérnek örülhettünk. Mi a zsűri szerintem kevésbé, mert elég sokat kell neki kóstolni, de egyébként nagyon-nagyon örültünk. Ránézésre nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, tényleg így volt. Igen, azt tudnám mondani, hogy évről évre nehezebb dolgunk van. Egyre több az induló, és nagyon-nagyon finom kenyerek vannak, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz eldöntenünk, hogy még az első három. Szinte lehetetlenség egyébként, úgyhogy gratulálunk szerintem mindenkinek, mert fantasztikus kenyerek jöttek idén is. Kettő kategória volt, az egyik a fehér kenyér kategória, a másik pedig az egyéb. Hát itt az egyéb kategórián belül rengetegféle ízű kenyér volt, a tök magostól a hagymásom, a fokhagymás, a rozmaringos, nagyon-nagyon finomak voltak. Van személyes kedvenc? Most nem konkrétan ezek közül esetleg, de ahogy te is mondod, azért tényleg divat a rozmaring, a hagyma, tehát ezeket használni. Neked van valami olyan kedvenced, amit kiemelnél? Nekem személyes kedvencem a hagymás, vagy a rozmaringos, burgonyás rozmaringos mondjuk,
Úgyhogy az összes kenyér, amiben van valami plusz, valamilyen, bármilyen hozzávaló, az nagyon-nagyon finommal teszi. Van valami jó tanács esetleg, akik otthon sütnek kenyeret? Vagy úgy látod, hogy tényleg már olyan szintű a fejlődés, hogy nem is kell nekik segíts? Hát úgy látom, nagyon komoly a fejlődés, évről évre egyre ügyesebbek a lányok, asszonyok vagy férfiak, nem tudom, épp aki nem látjuk, hogy ki áll a kenyerek mögött. Hát jó tanács, hogy egyre többet gyakoroljanak, hogy még jobbak legyenek. Nagyon érdekes volt, nagyon sok kenyeret láttunk és kóstoltunk. Ügyesek nagyon, ez itt sütök. Én ezt nagyon élveztem, hogy ennyiféle ízt és illatot éreztem egyszerre, úgyhogy fantasztikus volt. Tényleg nehéz dolga volt a zsűrinek? Hát ez úgy néz ki, hogy a vége felé már leszűkült a kör, azért 3-4 kenyér, és akkor azt utána kóstoltunk még egyszer, és akkor úgy, de igen, sok remek kenyér volt. Mi a legfontosabb, hogyha így végigmegyünk sorba? Nyilván először gondolom én látvány, illat, aztán állag, mi az, amit néztek, figyeltek? Ja, az első a látvány, ránézel, mennyire esztétikus, mennyire szép, rusztikus esetleg a színe, és utána a felvágjuk, a bélzet, az mindent elárul, hogy sikerült a kenyér. És akkor igen, az ízek, savanysága a kovászos kenyérnek, és az illat is, igen, ez a négy összetevő ad egy komplett képet a kenyérről. A kovászolók, a rendszeresen kenyeret sütők jól tudják, mi a titkos hozzávaló. Szerintem bele kell adni mindent, és szeretetből kell csinálni. Ünnepélyes lett a kenyérverseny díj átadója. A két kategóriában külön díjakat, okleveleket is osztottak a csepregi kovászolók. A teljes kiörlésű kategóriában helyi győzelmet hozott a verseny. Anyukám nevezett be, igazából én meg úgy voltam, hogy akkor megpróbálom. A fehér kenyerek versenyében Burjoszlói lett a zsűri favoritja. Először mérette meg otthon sütött vadkovászos kenyereit Nikolett, és megérte vállalni a versenyt. Az első versenyem így a vadkovásszal. Milyen az a vadkovász? Víz, diszt és érik. A nyár további része, aztán majd az ősz is a kenyerekről, pontosabban kovásszal készülő péksüteményekről szól majd a Csepregi Kovászolók Társasága számára. Múlt héten voltunk Hegyfalun, kaptunk egy meghívást egy egyházi rendezvényre, egyházi családi napra, ahol pizzát sütöttünk, kemencébe és kenyeret kóstoltattunk. Na ez olyan jól sikerült, hogy jövő hétre meg vagyunk ismét hívva, de ott már akkor a falunap keretei belül. Kaptunk felhívást felvonulásokra, szüreti mulatságokra. Egyébként minden felkérésnek szívesen eleget teszünk. Szeretnénk majd ősszel újra elindítani a kenyérműhely munkákat. Itt most gondolok a teljes kérlésű félbarna-barna kenyereknek az elkészítésére. Úgyhogy vannak ötleteink. A sok eső jelentősen hátráltatta az aratást, de mára sikerült a búza 95%-át betakarítani Vasvár megyében. Az elöntött ártereken lábon maradt a gabona, egy része már csak takarmánynak lesz jó. A termés átlag magas, de a minőség elmarad a vártól. Az adakozási kedv azonban nem csökkent. A gazdák ezekben a zaklatott hetekben is összeadták a tavalyi mennyiséget a Magyarok Kenyere jótékonysági programban. 16 esős nap volt júliusban, ami a fele időt elrabolta az aratóktól. Az ekkor hullott 200 mm mellé augusztus első napjaiban további 100 mm érkezett, a gépek nem tudtak rámenni a földekre, ám így is sikerült a búzából 6,8 tonnás hektáronkénti hozamot elérni, mondta el magazinműsorunkban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vasi elnöke. Ez a rengeteg csapadék, ami még a betakarítás előtt is érkezett, az nagyon kedvező volt az átlagtermésünkre, tehát rendkívül jó hozamokat értünk el, viszont már nem jutott energia a minőségre, így sajnos arra kell beszámolnom, hogy minőség tekintetében egy kicsit elmaradunk a várakozásoktól. Ez nem feltétlenül csupán az időjárás rovására írható, műtrágyából is kevesebbet használtak fel a gazdák a négyszeres, ötszörös drágulás miatt. Az elmúlt szárazabb napokban már tudtak dolgozni a kombájnok. Múlt kedden még több mint 25% volt kint lábon, amikor az egész ország már befejezte az aratást.
A tegnapi jelentés szerint kb. 95-96%-on áll a betakarítottság, úgyhogy nagyon összefogtak a gazdák. A szárítókat azonban be kellett indítani, mert a magok nedvességtartalma magas. Ez költségnövelő tényező. Néhány helyen, jellemzően az ártereken már nem lehet betakarítani a búzát, kénytelenek lesznek beszántani a gazdák. A szárazabb területeken, ahol még lábon áll a gabona, lehet aratni, de már csak takarmánybúzának való a termés. Esetleg megpróbálják Ausztriába eladni biogáz alapanyagnak vagy tüzelőnek. Hogy rendkívül alacsonyak a felvásárlási árak a gabonára vonatkozólag. Kinyílt az olló, eddig nem nagy különbség volt a gyenge minőségű és a jó minőségű búzák ára között. Most aránylag jobban megfizetik a jó minőségűt, de szinte semmi pénzt nem kapunk a gyenge minőségükért, amiből ráadásul az idén elég sok keletkezett. A zaklatott aratási időszak megviselte a gazdákat, az adakozási kedvük mégsem csökkent. Idén is sokan vettek részt a Magyarok Kenyere jótékonysági mozgalomban, amely már 12 éve támogatja a rászorulókat az adománybúzából őrölt liszttel. Az idei mennyiséget még nem tették közzé hivatalosan, de az biztos, hogy sikerült elérni a tavalyi eredményt országosan és a vármegyében is. Az őszi betakarítású kultúrák esetében bizakodóak a gazdák, szépen alakul a szója, a kukorica és a napraforgó is, rekordközeli hozamra számítanak. Az eső azonban itt is okozhat gondot, gombabetegségek ellen kell védekezni. Ha közösségeket akarunk megmenteni, a helyszínt kell megmenteni. Ez is célja a Magyar Falu programnak, és ez történt Peresznyén, ahol dupla támogatással és dupla önerővel megújult a régi posta épülete, ami most már horvát közösségi ház. Ott nyert a Magyar Falu programban Peresznye önkormányzata. Ebből a pénzből a tető és a nyílászáró cserére, a szigetelésre jutott. A helyi horvát önkormányzat ugyancsak 25 millió forintot tett az építkezéshez. Abból az összegből a belső át, illetve kialakítást fedezték. A ház berendezését önerőből végezte a helyi horvát önkormányzat, míg az udvarrendezést a települési önkormányzat végzi. Az ünnepélyes avatón az eddig megvalósult peresznyei beruházásokat is sorra vették. Megújult a temetőkápolnánk, megújult a templomkert, a temetőkertnek a belső tere, kerítést tudtunk csinálni, megújult a közösségi terünk, a kultúrház. Olyan kommunális gépeket tudtunk beszerezni, amivel a munkásaink, dolgozóink gyorsabban, könnyebben tudnak dolgozni, szakszerűbben, és szebb munkát tudnak végezni. A traktortól fogva fűnyíró, bozót vágót, minden a Magyar Falu programban ezeket nyertük. Az összegzésből nem maradtak ki az útfelújítások. Azokkal együtt még jelentősebb összegből gyarapodhatott Peresznye az utóbbi években. Hogyha mindent összeadunk, akkor azt láthatjuk, hogy ebben az önkormányzati ciklusban a különböző kormányzati támogatások által közel 300 millió forintot lehetett felhasználni Peresznyének az épülésére. Azt gondolom, hogy ez önmagában beszédes szám, önmagában azt mutatja, hogy Peresznye előre tudott menni. Ebben pedig vezérszerepe volt polgármester úrnak, jegyzőasszonynak és minden egyes képviselőnek, de természetesen önöknek is, Peresznye lakóinak, hiszen minden egyes eredményt egy összefogás által sikerült elérni. A Magyar Falu program komplex céljairól és a közösségi összefogás jelentőségéről, erejéről is szólt a peresznyei ünnepség. Volt alkalmam, számos alkalommal megállapítani, hogy a falu takaros, látszik, hogy jó gazdája van, gazdái vannak, a falu közössége tesz azért, hogy a falu takaros legyen, a közterületek gondozottak, az intézmények évről évre újulnak meg, tehát az a bizonyos lépcső, amelyen Peresznye elindult a rendszerváltáskor, lépésről lépésre való fejlődés, ez bőven látszik Peresznyén, ez szívből gratulálok önöknek. Az ünnepi beszédek után természetesen nem maradt el az ünnepélyes szalag átvágás. Aztán áldást kért a közösségi házra Dumovics István plébániai kormányzó és Dömötör László plébános. A peresznyei horvát közösségi ház természetesen nem csak a helyi horvát közösségé, hanem az egész falujé. Én nagyon szeretném megköszönni a támogatást, amit kaptunk önöktől, a falutól, amit kaptunk, és remélem ennek a háznak lesz értelme. Ugye
most már mindenki még úgy nevezi, hogy a postánál. Ugye már a régi üzemeltetője a posta volt. Előtte iskola volt, ez is felső rész. Én már ide nem jártam, a felsőben még ide jártam. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez a ház így megújult. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek még egyszer. Napelem kerül a büki közintézményekre. Megkezdődött az egységek telepítése. Az energiamegtakarítást célzó beruházást saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. Az idei költségvetésből mintegy 38 millió forintot költenek a beszerzésre és a munkálatokra. Érintett a büki kormányablak, a művelődési ház, az átrium és a hivatal épülete is. Hát azért tud realizálódni viszonylag gyorsan, mert egy önerős beruházásról beszélünk, ami 38,5 millió forintról összegű. Ez azt jelenti, hogy az energiaválságból okulva megpróbálunk akár saját erőt is áldozni annak érdekében, hogy valamennyi energiát termeljünk, egy részét, amit elfogyasztunk. Ezért vágtunk bele abba, hogy különböző önkormányzati intézményekre napelemeket telepítsünk. Nyilván azoknál jöhetett szóba, amelyeknél nagy a tetőfelület, és négy területre összpontosítottunk. Az egyik a kormányablaknak az épülete, amely ugye önkormányzati tulajdonban van. Az épület hátsó részében garázsok, illetve tárolóhelyiségek, az elejében pedig bérbeadva a magyar állam részére, pedig kormányablak működik. Ez egy 300 négyzetméter alapterületű épület, tehát az utcafrontról tűnik kicsinek, amúgy hatalmas alapterülete van, és hát a tetőfelülete kifejezetten ideális, hiszen nyeregtetős, kifejezetten ideális napelemek telepítésre, ez a legnagyobb a négy helyszín közül. A sorban következő a hivatalnak a teteje. Itt is láthatóan elkezdték a napelemcelláknak a telepítését, aztán a művelődési ház, illetve a sportcsarnok, pontosabban a sportcsarnoknál statikai szakvélemény alapján inkább a lelátó, az átrium lelátójának a tetejére helyezik az elemeket. Ez azt jelenti, hogy a négy helyszínen összesen a teljesítmény az 98 kilowatt, és várhatóan jelentősen besegít ez az áram számlánknak a kikönnyítéséhez. Majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogy működik, de most már finiséhez közeledik ez a beruházás. Sárgarigó és Pettyes vízicsibe is hálóba került a Tömördi Madárvártán, ahol a vonulási időszakban augusztustól novemberig fogad óvodás és iskolás csoportokat a szervező Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Vasi szervezete. A madár megfigyelő és gyűrűző állomáson több mint 200 hálót figyelnek óránként. Széncinege idei fiatal, már gyűrűs. Az első háló fogta meg a reggeli órákban az odúköltő erdei kismadarat. Gyurács József, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Vasi elnöke szakszerűen bogozza ki. A madár idén kelt ki, már meggyűrűzték. A széncinege még nem vedlette le fiatalkori tollát, így nemét még nem tudják. Ilyen jól szellőző apró zsákba teszik, a sötétben nem fél annyira szállítás közben. Egy órán belül kell megtörténnie a gyűrűzésnek, az adatok rögzítésének a bázison. Óránként ellenőrzzük a hálókat, 28 háló van különböző élőhelyeken kitéve, és ezekbe akadnak be szerencsés esetben a madarak, és azokat kiszedjük, behozzuk, és akkor meghatározzuk, és felveszük az adataikat, megelőjük, elengedjük. A második puha háló is fogott valamit, tövis szúró gébicset találtak. Erős csőrű énekes madár csípi az ember kezét, védekezni próbál ez a tojó. Ennek itt vöröses szánytollai vannak. Már itt is van a kezünkben ez a madárka, ami a mezei poszáta. Az erdei úton áll ez a csupa lyukfa. Harkályok kerestek a korhat kérekben élelmet. Elsősorban azonban a táborban énekes madarakat fognak. A leggyakoribb madárfajok itt a vörösbegy, a csülpcsalfüzike, a barátkaposzáta, a kékcinege, széncinege és a fekete rigó. De ritkosságuk is néha hálóba akadnak, mert például így gyűrűztek az országban legelőször a kékfarkút, illetőleg a belkinádi poszátát. Ezt a gyönyörű sárga rigót, vagyis aranymálinkót szerdán fogták. A hálóban dalolt, segélyhívó hangjából méterekről kiderült, hogy ő gabajodott a hálóba.
A pettyes vízicsibe is különlegesség, ez a példány is mostani. És akkor megkapja. A gyűrűzést Illés tanár úr végzi, a gyerekek segítenek az adatok rögzítésében. Füzetbe kerül az állat kora, lelőhelye, méretei és a pontos súlya is. Ez a szombathelyi 7 éves fiú nagy madarász, sokat felismer közülük. Egy vörösbegyet engednek szabadon éppen, tilos mozdulni, amíg felrepül. Az a legjobb, amikor így fogjuk, és látjuk, hogy így a kezünkben van a madár. Milyen madár volt eddig a kezedben? Hát volt poszáta, meg vörösbegy. Óvodák, iskolák csoportjai is bejelentkezhetnek a kutató munkára a vonulási időszakban, augusztustól novemberig, tanulni és élményeket gyűjteni a tömördi madárvárta ornitológusaihoz. Idén a spicces fügerespektus lett az ország tortája. Lakatos Pál szigetszentmiklósi cukrászmester a fügét karamellel és tokai aszúval társította, így olyan izgalmas ízkombináció született, ami meggyőzte a zsűrit. A desszertet augusztus 19-én lehetett először megkóstolni a cukrászdákban, Szombathelyen is. Spicces, mert tokai aszú van benne, aminek viszont az alkoholtartalmát elfőzik, így gyerekek is megkóstolhatják. És respektus, mert az alkotó, Lakatos Pál így tisztelek tanítómesterei előtt. Fügetortát választott idén Magyarország tortájának a Magyar Cukrászipartestület, már 17. alkalommal hirdették meg a versenyt augusztus 20-ára, Magyarország szimbolikus születésnapjára. Az ország torták között nem egy túl bonyolult, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a kevés az néha több. Erre a tortára úgy gondolom, hogy ez határozottan igaz. Tehát nagyon jól vannak a textúrák kitalálva, sok összetevős, mindaz van hátal, pedig egy könnyen előállítható torta a cukrászatban. A zsűri ilyenkor a hagyományos magyar ízekre kíváncsi, és a füge, mivel már nálunk is egyre elterjedtebb, megfelel ennek az elvárásnak. A tortát egy balatoni nyaraláson kóstolt fügefagylalt ihlette. A füge eddig a magyar cukrászatban, a süteményes vitrinekben egy elhanyagolt íz volt, tehát nagyon ritkán találkozhattunk vele. Mindazonáltal, amikor zsűrizésnél is először kóstoltuk ezt a tortát, akkor vagy hát legalábbis az én benyomásom az volt, hogy milyen iszonyat jó ez a textúra, hiszen van egy kellemes íze, mindazonáltal egy ropogós textúrája is. A spicces füge respektus egy mandulalisztes, vajas zsokont felvertből, lágy sóskaramellás muszkrémből és diós karamellás ropogósból épül fel, mely kakaóbab töretet is tartalmaz. A tokai aszús medgyes fügezselé és az akácmézes tejcsokoládé tükörzselé teszi igazán különlegessé az ízvilágot, amelyet az akácmézes fehér csokis ganás és a diós sablé korong koronáz meg. Bonyolultnak hangzik, mégsem az. Ez fontos szempont, hiszen adott hétvégére nagy mennyiségben kell legyártani az országtortát, ezért egyszerűnek kell lennie. Nem túl édes, Mészáros Gábor szerint szeretni fogják a vevők. A tapasztalatok szerint egyfajta gasztroturizmus épül már az ország tortáira, sokan több cukrászdában is tesztelik az újdonságokat. Az idei receptek évvégétől lesznek nyilvánosak, addig csak az ipartestület tagjai készíthetik el a finomságokat. 50 éve 1973. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a Vasi Skanzen. Vasárnap ünnepelték meg a kerek jubileumot, felavatták a felújított szimamalmot és bemutatták az alapító, Bárdosi János néprajzkutató emlékére berendezett új állandó kiállítást. A szimamalom egykor Szentkirályon állt, az egyik utolsó volt a Gyöngyös patakon. 1969-ben bontották el, egy év múlva újra felépítették a skanzenban, hogy megőrizzék az utókornak. A Magyar Géniusz programban elnyert 80 millió forint pályázati támogatásból teljes körűen megújult az épület. Itt infrastruktúrára is lehetett investálni, úgyhogy éppen ezért gondoltuk, hogy akkor azt nem egy múzeum másik épületében, hanem itt a skanzenben egy házat fogunk felújítani, és ez a ház akkor a szimamalom lett, ami így kompletten megnyílhat a közönség előtt, mert ő eddig raktárként működött, és nagyon fontos az, hogy megkapja azt a méltó helyét a skanzenben, visszakapja azt a méltó helyét, hogy igenis a látogatók ide is jöjjenek be. A felújítással sikerült értéket megőrizni és teremteni is, hangsúlyozta a múzeumigazgató. A skanzen vendégváró, látogatóbarát, élményt nyújtó hely, ahol a régi falusi életet lehet megismerni, programjai pedig közösséget formálnak. Mindez gyakorlatilag egy új múzeummal gazdagodott. Csapláros Andrea emléklapot adott át a múzeumfalu volt dolgozóinak, és az alapító Bárdosi János lányának, Bárdosi Ibolyának, aki értékes dokumentumokkal járult hozzá a kiállításhoz. Kondora Bálint
Mint rámutatott, a skanzen a vasi múzeumok között a leglátogatottabb. Sok élmény és értékes idő kötődik hozzá minden korosztály számára. A Vasvár megyei közgyűlés alelnöke elismerő oklevelet adott át a jubileum alkalmából. Horváth Soma alpolgármester arról beszélt, ez a malom időutazásra hív, általa betekinthetünk a múltba, de egyben a jövőnek is szól, rámutat értékekre, lehetőségekre. A Néprajzi Múzeum főigazgatója méltatta Bárdosi János életútját és szakmai pályáját, aki nélkül nem jöhetett volna létre a Vasi Skanzen, az ország második szabadtéri néprajzi gyűjteménye 20 épülettel. Ezek kiválasztásában, előkészítésében, szakmai, tudományos felmérésében, bontásában, a kiállítások berendezéseinek összegyűjtésében, megtervezésében meghatározó, alapvető szerepet játszott Bárdosi. De ezek mellett még nagyon-nagyon sok feladata volt, mert ő végezte el egy személyben a jogi, az adminisztrációs kérdések megoldását, a gazdasági kihívásokkal is ő foglalkozott. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus, emberpróbáló teljesítmény volt. A malom belső tereiben kiállítást, múzeumpedagógiai foglalkoztatót és látványraktárt is berendeztek. Az itt elhelyezett tárgyak Bárdosi János népi halászathoz, gyógyászathoz, életmódhoz kapcsolódó kutatásait mutatják be, de az ördögkövek legendájáról és a népi építészetről is többet tudhat meg a látogató. A kiállítás megnyitót követően csongrádi táncokat mutattak be az ELTE szökős néptánc együttes tagjai, és meg lehetett kóstolni a Valkonyai Porta kemencéjében sült kovászos kenyeret. A néhai főzene igazgató alapító karnagy Petró János előtt tiszteleg a Szavária Szimfonikus Zenekar 50. évada. A 2023-24-es szezonban 16 koncertet hallhat a közönség. Kiváló szólisták, karmesterek lépnek színpadra, a bőséges repertoárban kortárs és klasszikus darabok, énekkar és pantomim is szerepel. 1974. július 1-én vált hivatásossá a Szavária Szimfonikus Zenekar Petró János vezetésével. Hitte, hogy a városnak szüksége van egy meghatározó kulturális intézményre, és rendkívül céltudatosan ezért dolgozott. Jó érzékkel választotta ki a zenészeket, szorgalommal és elhivatottsággal formált vidéki zenekarból országosan elismert együttest. Megvalósította a legendás szabadtéri Varázs Fuvola előadásokat, amire a mai napig jó szívvel gondolnak a koncertbarátok. Petró János nélkül nem lenne a Szombathelynek professzionális szimfonikus zenekara, mondja az igazgató. Az 50. évad méltó alkalom az emlékezésre. Neki köszönhetjük azt, hogy egyetlen létezünk. Ha ő 62-ben nem találja ki azt, hogy az amatőr együttesét összegyúrja, majd 69-ben nem csinál ebből az összegyúrt együttesből egy fél amatőr státuszú zenekart, és 74-ben ez az együttes nem válik professzionális együttessé, akkor nem lennénk. Ez teljesen egyértelmű. A repertoár az alapító kar nagy szellemiségét, hitvallását tükrözi, úgy, mint a kortárs zene támogatása, vagy a zene és az ének hang összekapcsolása. Tartanak ősbemutatót, a Magyar Művészeti Akadémia itt rendezi gála hangversenyét, a karácsonyi koncert a Jancsi és Juliska meseopera lesz, áprilisban Debussy Szent Sebestyén vértanúsága című misztériumjátéka hangzik el, énekkarral, pantomimmal társítva, de Mozartot, Schubertet, Brahmsot, Haydnt, Dohnányit, Bartókot is játszik a zenekar. Az évad megmutatja azt is, milyen nagyszerű zenészek muzsikálnak Szombathelyen, akik szólistaként is megállják a helyüket. Az a cél, hogy megmutassuk azt így egyénenként is, hogy a zenekar ez tart magában olyan kincseket, akik így egyedül is képesek szélrelépni, nem csak a nagy közösben, a nagy zenekarban muzsikálnak, hanem egyénként is megállják a helyüket, úgyhogy ez a szintén arról szól, ezt az értéket, amit a zenekar egyéniségei képviselnek, azt egy kicsit jobban megmutatni. Vajda Gergely vezető karmester áll majd legtöbbször a pulpituson, aki saját művét is vezényli. Mellette olyan karmesterekkel találkozhat a közönség, akiknek korábban közük volt a Szavária Szimfonikus Zenekarhoz. Meghívást kapott Madaras Gergely, Kocsár Balázs, Izaki Masahiro, Robert Hulihan, Kovács János és Hamar Zsolt. Nálunk ér véget a nyár mottóval először szervezi meg a Vasvár megyei önkormányzat az Asztalkő Fesztivált szeptember 1-e és 3-a között 5 kőszeghegyaljai településen. Tematikus udvarokkal, színházi előadásokkal, koncertekkel várják a látogatókat. Sajtótájékoztatón ismertették a programokat Velemben.
Pénteken a Szentvid kápolnában Sebestyén Márta és Andrejszky Judit közös koncertje nyitja meg az Asztalkő Fesztivált. A közös jövőnk Vasvár megye program keretében megvalósuló rendezvény célja a szórakoztatáson túl a közösségépítés, a megyei identitás erősítése. Pop, folk és jazz zenekarok, néptánc együttesek és népdalkörök, különleges hangszerek, színházi előadások, gyerekeknek szóló programok várják az érdeklődőket. A szervezők fontosnak tartották, hogy a fellépők valamilyen módon kötődjenek Vasvár megyéhez. Mi abban bízunk, hogy nem csak a szűkebb régió Vasvár megye, hanem akár a tágabb régió, a környező megyék és az országból is érkeznek ide vendégek, hogy megtapasztalják azt, amit ezek a települések, az itt élő emberek és egyébként Vas megye tud nyújtani népművészetben, gasztronómiában, zenében, néptáncban a turisták, a vendégek számára. A Bosoki Sibrik kastélyban felállított ifjúsági udvarban helyi kötődésű civil szervezetek mutatkoznak be a zenei előadások mellett. Kőszegszerdahelyen gyerekudvar, Cákon gasztroudvar várja a vendégeket. Itt Majtényi László, a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, könyvbemutatóval egybekötött látványfőzéssel készül. A kőszegdoroszlói öko- és egészségudvarban a gyerekjóga és a nyugtató hangterápia mellett környezettudatosság lesz a fő téma. A Velemi Népművészeti udvarban a kézműves és régiségvásár mellett számtalan zenés táncos produkció szórakoztatja a közönséget. Itt egy folkszínpad lesz mögöttem, és a megye színejava bemutatkozik két napban. Népzenei együttesektől néptánc együtteseken át, népdal csoportokig folyamatosan, két napban, és hát nagyon jó koncertek is lesznek itt velemben, ha csak a Charlie-t vagy a Soulvivet szeretnénk kiemelni, és színházi előadásokkal zárunk majd vasárnap. A látogatókat önkéntesek és táblák is segítik majd az eligazodásban. Minden a rendezvénnyel kapcsolatos információ napra készen nyomon követhető a fesztivál Facebook oldalán és honlapján. Önök a Vasi Kaleidoszkópot, a Vármegye magazinját látták. A műsort készítő szerkesztőségek nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!